Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a haladó C++ témakört, és ugye folytatjuk a grafikus osztályokat, hiszen ezzel foglalkozunk az elmúlt hetekben, illetve még az elkövetkezendő egy-két hétben mindenképpen. Úgyhogy nézzük is, hogy hol hagytuk abba. Ugye a legutóbb, az utolsó, amit megírtunk, a téglalap volt, tehát ez a rectangle, és ezt próbáltuk ki, ez volt a legutolsó, amivel foglalkoztunk. És innen folytatnánk, mégpedig a szöveggel, hogy hogyan is tudunk szöveget kiírni, meg hogyan is tudunk ezzel a Fultic Library-vel szöveget kiírni, illetve hogy hogyan, milyen osztályt húzzunk rá, illetve hogy hogyan is építsük fel ezt az osztályt. Úgyhogy kezdjük is. Hát rögtön ide a rectangle után írom. Kis. Tehát text, ez is egy shape lesz. És akkor hogyan is néz ki egy text, vagy hát hogyan is kéne, hogy fölépüljön. Hát először is legyen nyilván egy string, nyilván az a szöveg, amit ki akarunk írni. Ennek legyen így label a neve, simán rövidítve csak lab. Jó. Másik dolog, ami kell egy betűtípus. Ez nagyon fontos. Már is mondom, hogy ez mi is ez a font tulajdonképpen. És ezzel egyelőre csak simán lekérdezzük a default fontot. Tehát ami a Fultic-be a rendszerben az alapértelmezett font. Na, és akkor mi ez a font? Hát én itt előre elkészítettem, mert ez egy erősen adminisztratív dolog. Ugye ez hasonlóan, mint a betűtípus, pontosabban a shape színt, illetve a shape-nek a line style-t, ugyanígy egy külön osztályba készítettem el. Van egy font osztály, ezen belül van egy sima kis enum, ami egész egyszerűen leképezi a Fultic konstansokat tulajdonképpen a mi saját neveinkre. Igazából ezek csak ilyen névkonverzió, ha úgy tetszik, semmi különös. Ami nekünk ez itt plusz, hogy ugye ez egy típus, és ugye ezt itt tároljuk is. Ugye egyrészt azzal, hogy tudunk így a konstruktorral font típussal is példányosítani, illetve sima integerrel is példányosítani. Azért kell ez az ezint, mert hát a Fultic az ezt fogja használni. Jó? Mondom, tényleg szögegyszerű dolog, egész egyszerűen csak ezeket a neveket megfeltetjük a sajátunkkal, és hozunk rá egy típust. Ennyire egyszerű igazából a dolog. Jó? És akkor ez lenne ez a font, amit itt használunk a textünkön belül. Jó. A másik, ami kell, az egy font size. Nyilván legyen méretezve ez a betű, tehát legyen valamilyen mérete. Na most nyilván itt azért az, hogy ezek a rendszerek egymással kompatibilisek legyenek, meg hogy úgymond minél hordozhatóbb legyen ez a kód, ezért érdemes egy ilyen alapkezdő értéket adni neki. Na most nyilván mekkorát, hát ugye legyen egy minimum értéke, én azt mondom, mondjuk minimum 14-es legyen. Jó? És akkor ugye egyrészt le tudjuk kérdezni azt, hogy mi a default érték, és hogyha ez a default érték nagyobb, mint a 14, jó, tehát ha nagyobb, mint 14, akkor legyen az alap, viszont ha ennél kisebb, akkor legyen már 14. Jó? Tehát ez egyszerűen csak azt mondjuk, hogy az alap font size az minimum 14 pont legyen. Tehát 14 pontos legyen minimum az alap font size. Jó. És akkor ezek a privát változók, ugye az adatok, és akkor nézzük, hogy hogyan is tudjuk ezt elérni, tehát milyen interfészek kellenek. Hát nyilván ugye vannak ezek a tagjaink, akkor ezekhez a tagokhoz kell nekünk interfészt adni. Ugye első körben nyilván írjunk egy konstruktort, ugye ami két dologból fog állni. Egyrészt ugye egy pont, hogy
hogy honnan induljon a szöveg. Ez a legelső betűnek a bal alsó sarka, hogyha ha jól tévedek. Tehát ez lesz a koordináta, ahonnan indul majd a szöveg. Illetve nyilván legyen egy string, amit így átadunk. Ugye, tehát hogy mi legyen a szöveg, amit ki akarunk írni. Jó, és akkor ezt adjuk is értékül a tagoknak, illetve pontra pedig csak simán hívjuk a addX-et. Jó, tehát a sima add függvényt hívjuk. Igazából semmi különös. Jó. Ugye, ami kell, ugye itt is, hát itt már lehet egy kicsit megtévesztő, itt is a drawlines lesz. Ugyanis ez fogja majd végezni a rajzolást, majd ha odaérünk, akkor ezt implementáljuk is. És akkor pár ilyen adminisztratív függvény, ugye legyen egy ilyen setlabelünk, amivel be tudjuk állítani esetleg a szöveget. És ezzel tényleg csak azt csináljuk, hogy a lab legyen S. Akkor legyen egy olyan, amivel ezt el tudjuk kérni. Nem biztos, hogy ennek van értelme, de sose lehet tudni. Igazából, hogyha le akarjuk kérdezni, hogy éppen aktuálisabb mi van a szövegben, akkor ez nem biztos, hogy árthat. És akkor itt adjuk vissza a labelt. Ugye akkor ami még kell nekünk, az a font. Ugye, hogy be tudjuk állítani, és akkor ennek egy font típusa lesz. Így van. Illetve legyen egy olyan, amivel ezt is el tudjuk kérni. Hát ezt így csináljuk most, csak a biztonság kedvéért, mert ugye a fontba integer, aha, hát legyen így a biztos. Oké, és illetve még legyen egy set font size, aminek egy integert adunk át. Így van, és a lokálist beállítja S-re. Jó, és ami még kell, az ugye a maga a font size, tehát éppen aktuálisan, hogy mekkora a karakterünk. És ez pedig a lokális FNT size-t adja vissza. Pontosabban a tagot. Jó. Hát elvileg ez itt ennyi. És akkor nézzük meg a drawlines-t, hogy ez hogy néz ki. Itt is most ugyanúgy, mint a korábbiakban, kicsit hackelnünk kell a rendszer szintű, tehát alap dolgokkal. Ugye egyrészt érdemes elkérni a alaprendszer fontot, illetve az alaprendszer font size-t. Tehát mire gondolok, ez a FL font. Így van. Legyen a US, ez pedig visszaadja nekünk a alapértelmezett betűméretet. Jó, és akkor ezután megint csak inicializáljuk a multiket, ez az FL font függvénnyel. Ugye, hát egyrészt ugye beállítjuk neki a hogy mi legyen maga a font, illetve beállítjuk a méretet is. Ugye ezt a kettőt kell nekünk megtenni, egyrészt a betűtípust és a betűméretet beállítani, utána hívjuk a draw-t, és a draw-ba pedig átadjuk egyrészt ugye a labelt, tehát az, hogy mit akarunk kiírni. Viszont a fontig ilyen stringekkel nem
működik, tehát konkrétan nem működik, hanem csak ilyen C-szerű stringekkel megy. Úgyhogy ezt át kell ilyen C-stringre hát alakítanunk tulajdonképpen. Ezt ez a C-STR függvénnyel tudjuk megtenni, illetve ami kell még, ugye a XY koordináta, hogy honnan kezdj el a kirajzolást. Jó. És ugye a szokott módon állítsuk vissza a rendszer defaultra ezeket az értékeket. Jó. Hát remélhetőleg így rendben is vagyunk, de próbáljuk ki. Írjunk ki valami szöveget. Ugye mi is kell egy pont, mondjuk ez legyen a 100-100 koordináta, illetve kell egy szöveg. És ezt csatlakoztassuk föl az ablakunkra. Na, lássuk. Hát igen, a íráshibák azok ilyenkor jönnek. Itt ezt nem is tudom, ez a vesző miért van. És próbáljuk újra. De így már jobban néz ki. És akkor futtassuk, és ki is írja nekünk itt a szöveget. Jó. Na, ez szuper. Elsőre működik, ilyen is ritkán van. Leszámítva azt az egy kis íráshibát, persze ezt a veszőt, amit ide dobtam véletlen. Jó, rendben van. Hát a szöveg azért úgy alapban magáért beszél, és akkor itt lehet állítani mondjuk a set font size-al, mondjuk ez legyen 20-as, ugye így készítettük el, ilyen sima integert kér, és akkor, hogyha minden jól megy, akkor ez itt nagyobb méretben fog nekünk megjelenni, így van, hát valamennyivel nagyobb, ugye ez a 20 pont. Hát aztán, hogy ez most pontosan itt mit jelent, az nem is olyan érdekes. Jó. Na, ez lett volna a text, így első körben. Ha esetleg kérdés van, dobjuk be nyugodtan. Jó, rendben van. Na, rápillantok a jegyzeteimre, hogy mi a következő. Így van. Jó, a következő a kör lesz. Most tényleg megnézzük, hogy hogyan lehet kört rajzolni ebben a kis Fultic library-ben. Hát nyilván egy annyira alap alakzat egyébként, hogy a én elkezdenék grafikus engine-t, vagy bármilyen grafikai library-t írni, akkor ez lenne szerintem a hát második vagy harmadik dolog, amit elkészítenék. A pont és a vonal után szerintem a kör a legalapabb alakzat. Ezt tényleg mindegyik tudja, úgyhogy nézzük is meg. Jó. Hát alapvetően ez is nyilván olyan nagy meglepetések nem lesznek, bár azért a Fultic-nek vannak ilyen furcsa dolgai. Ugye ez is egy shape lesz. Mint ahogy eddig mindegyik tulajdonképpen egy shape volt, legalábbis talán egy kivételével. És akkor, hogy nyilván milyen van egy körnek, van egy pontja, középpontja, illetve van egy sugara, és akkor ezzel a kettővel már nyilván ki lehet rajzolni egy kört. Ugye a köregyenletét mindenki tudja, és a köregyenlete meghatározza a körvonal pontjait, és akkor odarakunk olyan pontokat. Na, a Fultic-ben pont nem így működik, hanem egy kicsit meg van tekerve a dolog, de semmi pánik, mondom mindjárt, hogy hogyan is néz ki a dolog. Ami biztos, hogy kell, hogy legyen egy, a sugár az legyen így privátként, és akkor az interfészt pedig mutatjuk. Ugye nyilván, hogyha itt van nekünk egy sugarunk, akkor ezt majd beállítjuk, meg lekérdezzük, mindjárt ezt megnézzük, hogy hogyan kell. Illetve jó lenne egy lekérdező függvény a középpontra is, de ugye a középpontot nem így tároljuk, illetve pontosabban az a shape-ben lesz majd, de majd ha odaérünk, akkor beszélünk róla. Szóval kezdjük először a konstruktorral.
ugye kell egy pont, nyilván, meg kell egy sugár, hát most ez integer lesz, nézzétek el nekem, és ugye ezt rögtön le is másoljuk, mert hát ez így alapvetően rendben is van, és akkor úgy, ahogy az imént, a add függvénnyel fogjuk a pontot hozzáadni a shape-hez tulajdonképpen, viszont most egy kicsit meg kell tekernünk a dolgot, mert ez így nekünk nem elég, ugyanis a fulltickben úgy van, hogy a kört meghatár, kört befoglaló négy szög bal felső sarkának koordinátait kell megadni. Hát legyen így. Úgyhogy akkor egy kicsit hekkelnünk kell rajta, viszont nyilván a bal felső sarka az meghatározza, hogy a X a középpont, és akkor elsugárra kell eltolni egyrészt balra, másrészt föl ugye az XY koordinátákat. Hát akkor ezt csináljuk. Ugye kell a P.X, de miért? P, itt P. Bocsánat. Tehát kell ugye a P.X-R, ugye ez lesz a bal széle, illetve kell a P.Y-R, ez meg a teteje. Jó, és akkor így toljuk el tulajdonképpen a koordinátákat. Hát a fulltickben ez így van. Jó. Rendben van. És akkor ezzel el is tároltuk a pontot, ahonnan ki kell rajzolnunk a kört. És akkor írjuk meg azt, hogy ezt el is tudjuk kérni. Ha már itt vagyunk frissen melegében, akkor ezt csináljuk is meg. Viszont, hogyha a centert akarjuk elkérni, akkor ezt vissza kell tornunk. És így akkor újra el kell készítenünk egy pontot. És el kell egyszerűsítsük. Jó? Tehát point0.x, csak itt ugye most az van, hogy pluszer, illetve ugyanúgy a point0.y, és megint csak pluszer. Jó? És akkor ezt kell majd visszaadnunk, ugye, hogyha le akarjuk kérdezni, tehát így akkor most visszatoljuk tulajdonképpen a koordinátát a megfelelő helyre, és így akkor már ez a kör középpontja lesz. Jó. Na, akkor ami még kell, ugye van nekünk a sugár, majdnem nem jutott eszembe, tehát van a sugár, hát ezt is kérjük el, és állítsuk be. Radius, így van. Ugye itt is most integer lesz, tényleg ezt nézzétek el nekem, tudom, hogy double lenne a szép, de most engedjük ezt el. És ugye ezt tudjuk is lekérdezni. És itt pedig visszaadjuk az R-t. Jó. Na, ami még kell, és semmiképp sem maradjon ki, az a draw lines. Ezt megint meg kell írnunk majd, nyilván. Ahogy ezt a korábbiakban is megszoktuk. Na, hát remélhetőleg így ez így ennyi, és ez így rendben is lesz. Akkor nézzük meg ezt a draw lines-t. Ugye itt megint ketté bontjuk a dolgot. Korábban már volt ugye hasonlóan itt a téglalapnál, ugye ha van fill color, ha nincs fill color, csak sima körvonal color, akkor hogyan? Különféleképpen kell akkor ezt megcsinálnunk. Úgyhogy akkor ezt tegyük is meg. Mondom, tényleg megint hasonló lesz, mint a rectangle esetében. Ugye első eset az, hogyha van kitöltő színünk, akkor ugye mi történjen. És akkor itt megint azt fogjuk csinálni, hogy elkérjük a fill color-t, azzal szépen kirajzoljuk, és akkor megint visszaállítjuk a fill color, tehát reseteljük tulajdonképpen. Jó, de akkor nézzük is, hogy ugye van ez az FL color, és akkor itt elkérjük
ugye azt, amire beállítottuk. Ugye itt kirajzoljuk, na most itt a körrajzolásnál fulltickben külön van, hogyha van kitöltő szín, akkor pályt kell rajzolni. Írom. Ugye a körcikk, remélem jól mondom, tehát szelet. Körcikk, körszelet, szelet szerintem. Megnézem, majd ígérem. Jó. És akkor mit kell? Hát egyrészt meg kell adni neki a koordinátát, hogy honnan. Ugye ez, amit mondtam, hogy a bal felső sarok kell. Tehát a befoglaló, tehát a kör befoglaló négyszögnek a bal felső sarka. Mindjárt majd, hogyha kirajzoljuk, akkor mutatom. Akkor kell ugye egy sugár. Pontosabban egy ilyen diaméter. Viszont itt egy picit hekkelni kell a dolgom. Ugyanis, hogyha van kitöltő színünk, és van körvonalunk is, akkor ennek a pálynak egy picivel kisebbnek kell lennie. Mégpedig egy pixellel. Ugye azért, hogy látszódjon a körvonal. Tudom, rettenetes, de ennek most így kell sajnos kinéznie. És ugye meg kell adni azt, hogy milyen szögben rajzolja ez ki. Hát mi most teljes kört akarunk, tehát 0-tól 360-ig szépen húzza a körbe nekünk a kört. És kitöltve ráadásul. Jó. Ezután, amit csináltunk a rectangle esetében is, visszaállítjuk a kitöltő színt a default értékre. Tehát a rendszer alapértelmezett értékére. Így kell kitöltött, tehát olyan kört rajzolni, aminek van kitöltése is. Na most nézzük, mi van, ha nincs kitöltésünk, akkor is volt a sima color. Igen. Így van, ránézek a rectangle-re. Így van. Ó. Tehát hogyha nyilván van körvonal színünk, akkor ezt állítsuk be. Is volt. Color ez így simán, igen. Jó. Rendben van. És akkor itt jön az, hogy mi most nem pályt rajzolunk, hanem ívet, vagy árkot, pontosabban. És innentől kezdve már ez ugyanaz lesz, megint csak a XY koordináta kell, illetve egy diaméter, hogy. De itt már nem kell ugye a mínusz 1, tehát itt már rendesen rajzolja ki a megfelelő méretű. Jó. Hát reméljük, hogy rendben vagyunk. Próbáljuk is ki. Jó, adunk egy pontot, ugye ez legyen a középpont, hát most ezt egy kicsit eltoljuk. Jó, mit is kellett mégis? Egy sugár kellett? Hát ez most legyen 50. Meglátjuk, hogy mennyire fog kilógni. Ugye ez kellett. Mennyire fog kilógni, illetve mennyire nem. Jó, és akkor próbáljuk is ki. Hát meglepő módon van benne hiba. De most már remélhetőleg jó lesz. Oké, és utassuk. És itt van nekünk egy csodálatos körünk. Hát, ebben is lehet kört rajzolni. Ó, köszi Sheriff. Hello. Köszi, hogy szóltál. Mert tényleg kezdtem kiszáradni. Jó, na akkor picit hekkeljünk még ezen a dolgon. Próbálgassuk egy kicsit. Set fill color, talán ez volt a függvény neve, majd mindjárt megnézzük. És akkor állítsunk neki így, hogy szép sárga legyen. Igen, elvileg így volt. Jó, és akkor itt egy sárga kör van. Jó? És azért kellett mínusz egy, hogy a körvonal az megmaradjon. Hát
Nagyjából jó is, nagyjából jó is. Jó, na és akkor, hogy mi is volt ez, hogy itt tologatni kellett a koordinátákat. Ugye, ahogy mondtam, hogy itt van a körünk, és a körnek van egy, tehát lehet köré rajzolni egy négyszöget. Négyzetet, négyzetet, igen, bocsánat. Tehát lehet egy négyzetet köré rajzolni, és annak a négyzetnek a bal felső sarkának a koordinátáját kell odaadni a Fultic library-nek, és majd innen fogja rajzolni a kört. Hát, ők így döntöttek, hogy így oldják meg. Jó. Na, hát ezzel is megvagyunk. Ha esetleg van kérdés, dobjuk be bátran. Közben nézem a továbbiakat. Jó. Rendben van. Na. Akkor, ami így a következő dolog, az, hogy voltak nekünk ilyen törtvonalaink, és előfordulhat az, főleg ilyen gráfoknál, hogy törtvonalra szeretnénk karaktereket írni. Tehát a csomópontokba pontosabban. És akkor most ezt készítsük el, ami ez az úgynevezett marked polyline lesz. Ugye ez is egy shape lesz, viszont ez inkább egy open polyline. Így van, tehát ezt open polyline-ként fogjuk elképzelni. Nyilván, ha ez már megvan nekünk, akkor tulajdonképpen csak rá kell tennünk a karaktereket. Úgyhogy akkor nézzük ezt a open polyline-t. Ugye, pontosabban már polyline-t, elnézést. Ugye mi kell ez? Hát tulajdonképpen csak egy string kell, hogy mi az a szöveg, amit erre ki akarunk írni. Tehát igazából a konstruktornak csak egy stringet adunk át. És hát mindjárt lesz majd egy privát tag, és ez pedig a mark, vagy hát jelölés, úgymond. Jó. Nyilván lesz egy drawline függvényünk, ami majd a kirajzolást végzi, és akkor ide tesszük be privát tagnak ezt a stringet. Így van. Jó. Jó, rendben van. És akkor nézzük ezt a drawline függvényt. Ugye itt, hát egyrészt hívjuk az ősosztálynak a drawlines függvényét, mert nyilván az majd kirajzolja nekünk a vonalat. Illetve itt nekünk csak az kell, hogy tegye rá a betűket tulajdonképpen. És én ezt úgy gondolnám elkészíteni, hogy az egyes betűket, tehát adunk egy stringet, és az egyes betűket betűnként ráhelyezi a töréspontokra tulajdonképpen. Úgyhogy akkor nézzük is ezt. Ugye itt akkor a pontok számáig megyünk. Emlékeim szerint ugye a Mark Polyline-ba volt egy ilyen függvény, hogy hány pontunk van. Ja nem, ez még a shape-ben van. Jó, oké. Okay. Jó. Tehát van egy number of points-unk. Ugye az, hogy hány pont van éppen aktuálisan az objektumunkba, és ezen megyünk szépen egyesével végig, és itt annyit csinálunk, hogy rárajzoljuk a adott karaktert a pontra, tulajdonképpen a töréspontra. Viszont ezt tegyük már meg egy külön függvénnyel, ez pedig legyen a drawMark, aminek átadjuk egyrészt az adott pontot, nyilván, hogy hova kell ezt rajzolni, illetve adjuk át neki magát a karaktert, ezt pedig ezzel a remek subscript operátorral tudjuk megtenni, és akkor itt pedig egy, hát,
Mondanám, hogy i, de mi van, hogyha több pontunk van? Hát akkor menjen körbe-körbe. Hát akkor szépen, hogyha mit tudom én, 5 betűnk van, de 10 pont, akkor elszökélje mind az 5-öt, aztán még egyszer. Ez így alapvetően jobbnak tűnik. Jó. Na és akkor írjuk meg ezt a drawMark függvényt. Ugye aminek egyrészt átadunk egy pontot, másrészt pedig átadunk egy karaktert. Legalábbis reményeim szerint van olyan operátor, ami karaktert ad át. Majd mindjárt megnézzük. Reméljük, hogy ez így jó lesz. Na és akkor ugye ami kell, egyrészt, hogy legyen egy kis eltolás benne, tehát hogy pont középen legyen, hát legalábbis nagyjából középen, ezért egy ilyen differenciát fogunk itt most eltenni. Ennyivel lesz eltolva a ponthoz képest a karakternek a kezdő koordinátája. Így van. Jó. Ugye kell nekünk a, hát egy string, mert ugye a, hát lehet, hogy nem kéne, de mindegy, legyen egy stringünk. Ugye a stringnek van egy ilyen konstruktor, amivel a host meg a karaktert meg lehet adni. Jó. És akkor annyit csinálunk, hogy ugye hívjuk a fulltake-nek a draw függvényét. Most nem cicomázzuk, meg nem színezünk meg ilyesmi, csak csináljuk. És itt, hát mondjuk, hogyha visszaalakítjuk stringet, akkor nem biztos, hogy át kellett volna. Na mindegy, jó lesz ez most így szerintem. És akkor itt pedig megadjuk egyrészt az x-nek a x koordinátáját, de eltoljuk dx-el, illetve megadjuk az x-nek a y koordinátáját, és ezt pedig eltoljuk dy-nal. És reménykedjünk benne, hogy ez így jó is lesz. És akkor ez már rárajzolja erre a koordinátára ezt a karaktert. Lehet, hogy ez fölösleges. Majd megnézzük. Na, hát akkor készítsünk egyből is egy példányt. Oké, és... Ugye, hogy is van, hogy stringet kell neki átadni. Így van. Jó, hát mondjuk legyen... Hát, ne bonyolítsuk. Legyen így 1, 2, 3, 4, 5. És akkor itt pedig... hogy is volt a polyline-nál? Ben polyline-nál, hogy tudtunk... Ugye volt az add, simán az add függvénnyel, igaz? Így van. Add, és itt akkor kell neki pontokat megadni. Hát akkor kezdjük. Random pontok, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Jó, ez eddig 5, és akkor adjunk még egyet. Akkor megnézzük, hogy mi történik. Jó, fordítsuk. És... És akkor nézzük. Á,
Lecsolni ne felejtsük el. Na, hát picit kilógunk, de nem baj. Jó, hát nem pont rárakja, mondjuk mellé rakja. Igen, ez a font size-tól is függ, hogy mekkora a betűméretünk, meg ilyesmi. Jó. Erre gondoltam, amikor ezt a Mark Polyline dolgot akartam így mutatni. Jó. Oké is. Na, ennek van még két változata. Pontosabban egy fő változata, illetve két kisebb változata, úgyhogy akkor ezeket fogjuk még most megnézni. Ugye van egy ilyen, hogy Marx, ez annyiban fog különbözni, hogy itt csak a pontok lesznek, tehát nem lesz a vonal. Ugye ez úgy néz ki, hogy mutatom is, hiszen a kód az magáért beszél, hogy ez is egy Mark Polyline lesz, és itt is igazából használjuk a... Tehát használjuk a sima Mark Polyline konstruktort. Csak annyiban fog különbözni, hogy itt a színt beállítjuk Invisible-re. Tehát, hogy láthatatlan legyen a vonal, amire rajzoljuk. Próbáljuk ki ezt is. Hát itt csak annyit módosítok, hogy ez most Marx lesz. Reméljük rendben van. Oké, és akkor látjuk, hogy itt csak a pontokhoz tette oda a betűket. Egész egyszerűen csak Invisible-re állítottuk a vonalat. Jó. És akkor még egy utolsó dolog ennek kapcsán. Az pedig a sima Mark. Ami annyiban lesz más, hogy ez csak egyetlen egy ilyen pontot fog megjeleníteni. Pontosabban egy számot fog kiírni. Ennek a konstruktora is picit más, és itt csak tényleg egy karaktert fogunk letenni. És itt hívjuk a Marx-nak a konstruktorát, ugye átalakítva stringre ugye azt az egy karaktert, illetve annyit csinálunk, hogy hozzáadjuk ezt a pontot, ahova ezt ki kell rajzolni. Ilyen egyszerűen. Jó. Na viszont ezt most annyiban fogjuk módosítani, hogy ezt most kiszedjük. Visszatesszük a kört. És a közepére rátesszünk X-et, csak ugye ezt itt kicseréljük, csak hogy meglegyen a koordinátánk. Ugye az X jelöli a kincset mindig. Jó, és etecseljük az M-et is. Remélem a sorrend az így jó lesz. Már is megnézzük. Lehet, hogy a sorrend fordítva van. Elvileg ennek így akkor most már rá kéne, hogy tegye. Így van. Hát igen, ez is eltolva teszi rá.
eltolva teszi rá. Opa. Akkor lehet, hogy ezt az eltolást csak ki kéne szedni. Hát viszont akkor nem biztos, hogy jó lesz. Hol van? Ja, itt a trommark. Aha. Na nézzük. Szedjük ki az eltolást. Most csak egy ilyen nullázzuk ki. Hát igen, amarra kéne tolni. Még ez mindig nem a közepe. De nem baj, nem baj. Most így jó, jó lesz ez így nekünk most. Nem pont a közepe. Ugye 14 pontos a betű, hát ha 7-tel toljuk, az meg lehet, hogy sok lesz. Jó, nem kísérletezek vele, majd következő alkalomra ezt megcsináljuk, hogy pont oda rakja a kör közepére. Jó, rendben van. Na, akkor így a Markról, tehát ezekről a jelölésekről, meg Marks, meg Mark Boylányról úgy nagyjából ennyit. Rápillantok a jegyzeteimre, hogy megvan-e minden, amit akartam. Így van, megvan. Jó. Na. Oké, és úgyhogy én már egyébként ennyit gondoltam. Jön két nagyobb lélegzetvételű dolog. Ugye egyrészt a kép, tehát hogy hogyan tudunk képet kirajzolni. Illetve jön majd a függvények és a koordináta tengely. Ez két nagyobb lélegzetvételű dolog. Ezeket az apróbbakat meg akartam így előre csinálni. Már viszonylag apróbbak, ugye azért a kör, meg ezek a jelölések azért nem a bonyolultabbakhoz tartoznak. Úgyhogy innen fogjuk folytatni. Én ezzel meg is köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.